A jövő évi költségvetésről, a területfejlesztési operatív programról és a miniszterelnök várható Salgótarjáni látogatásáról beszélt május 13-i tájékoztatóján becsózsolt országgyűlési képviselő, aki maga is megerősítette a csütörtöki kormányinfón elhangzottakat. Napokon belül számíthat Salgótarján Orbán Viktor látogatására. Most már belátható időn belül a miniszterelnök úr el fog látogatni Salgótarjánba, tehát érkezik. Ez akár lehet jövő hét, hogyha be tudja illeszteni a programjába. Ha nem tudja beilleszteni, aminek objektív okai lehetnek, akkor nyilvánvaló ez tolódik, de még június 10 előtt. Amúgy a előkészületek felgyorsultak. Pénteken este Csepregi Nándor, a miniszterelnökség miniszterhelyettese, Szabó Sándor, a Nógrád megyei kormányhivatal vezetője, Fekete Zsolt Salgótarján polgármestere és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő ült össze a Városházán, hogy újabb egyeztetéseket folytassanak a fejlesztési csomag munka címében, csak 2.0-ként említett változatról. Nyilván a nem előzmény nélküli, azért 2.0-ás, mert már volt egy 1.0-ás változat, csak azban nem volt egyeztetés. De nem a mostani városvezetéshez kötődik az 1.0-ás sem. Nyilvánvalóan a kormányzat is ki fogja alakítani a saját álláspontját, nekik is lesznek javaslataik, felvetéseik, és tulajdonképpen ennek az egyeztetésnek a következménye lesz majd a következő lépés a miniszterelnök úrnak a látogatása, mert már nyilvánvalóan ott már konkrét dolgokba kell megegyezni, de ez jelenti az alapját, ami itt a városak közösen tulajdonképpen összeállítása került, és ez, én azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas, jó programot sikerült összeállítani a város vezetésével közösen. Bízunk benne, hogy ebből minél több elemet be tudunk majd emelni, és a miniszterelnök úr a kormány részéről is megkapjuk hozzá a támogatást, és ez tényleg fogja szolgálni ennek a városnak, meg a térségnek a fejlődését. Tehát a dolgok elindultak, felgyorsultak, nem sajtónyilvános rendezvényen, nyilván ezt az egyeztetés operatív módon kell, hogy lefolytassuk, de ez a mai nap folyamán be fog következni, és belátható időn belül napok kérdése, hogy mikor fog látogatni a miniszterelnök úr Salgótarjánba, és akkor a megállapodás megkötetik a város, meg a kormányzat, meg a miniszterelnök között, és hát reményeink szerint egy nagyon tartalmas időszak alá előnéz Salgótarján meg térsége. Becsó Zsolt a miniszterelnöki látogatáson túl szólt a területfejlesztési operatív programban megnyílt pályázatok eddigi tapasztalatairól is. Most már túl vagyunk több körön, itt Nógrád megyében is, tehát több pályázati konstrukció megnyitásra került, és végre az előkészítő munkának is köszönhetően több önkormányzat be tudta nyújtani a pályázatát. Gondolok itt a belterületi csapadékvízelvezetésre, szociális alapszolgáltatás infrastruktúra bővítésére, egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése és társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés. Tehát egyelőre ez a négy pályázati konstrukció van, amely vonatkozásában Nógrád megyéből a települési önkormányzatok, illetve a turizmus fejlesztés esetén nem csak önkormányzatok, hanem más szervezetek, civil szervezetek, egyesületek is nyújthattak be pályázatot. A benyújtott pályázatokról még nincs döntés, de az már látszik, hogy minden lehívható összegnek lesz helye. Érvényesül a területi kiegyenlítődés, és nem lesz olyan Nógrád megyei település, ahol ne indulhatna el valamilyen területfejlesztési program. Már nyílnak sorban a határon átnyúló fejlesztési programok, a vidékfejlesztéshez kötődő és az ágazati operatív programok pályázatai is. Becsó Zsolt mindenkit arra biztat, hogy legyenek aktívak a pályázat figyelésben, éljenek a lehetőségekkel, és kövessék figyelemmel a döntéseket is. Nyomon követhetőek a döntések, a Széchenyi 20-20-20 internetes honlapon, a fejlesztési információk tekintetében minden információ feltöltése került, tehát lehet látni, hogy Nógrád megyéből kik azok, akik nyertek támogatást, például a GINOP vonatkozásában. Azt én is folyamatosan figyelemmel szoktam kísérni. Tehát hál' Istennek jelennek meg ezek a pályázati felhívások, és én arra biztatom egyrészt a települési önkormányzatokat, a civil világ képviselőt, leginkább pedig a gazdálkodó szervezeteket, hogy vállalkozásokat, hogy éljenek ezekkel a pályázati lehetőségekkel. És még egy fontos információt a TOP-hoz kapcsolódóan, bár csak részben van kapcsolódás, de fontos információ, hogy ismét kezd felértékelődni Nógrád megye.
Egyre több megkeresés van cégek részéről, érdeklődés van a térségünk irányába, keresnek fejlesztési célterületeket, vannak fejlesztési beruházási elképzelések, konkrét tárgyalásokban vagyunk, és hát én nagyon bízom benne, hogy az elkövetkező másfél-két hónap során tényleg számos pozitív döntést tudunk majd meghozni. A tájékoztatón az országgyűlési képviselő beszélt a 2017-es költségvetésről, melyből többek között kiemelte a család és otthonteremtési támogatásokat, a nyugdíj értékének megőrzését, az alapvető élelmiszerek közül a tej, a tojás és a baromfi áfa csökkentését, valamint az ágazatoknak jutó többlettámogatásokat. Többletforrás jut a egészségügyi és szociális ágazatnak. Egészségügy 167 milliárd forinttal kap többet, az oktatási ágazat 270 milliárd forinttal, a társadalombiztosítás és jólétre 155 milliárd forinttal költünk többet, kulturára 66 milliárd forinttal, sport és szabadidő 6 milliárd, honvédelem 51 milliárd, önkormányzatok plusz 5 milliárd, igazságügy plusz 26 milliárd, és a külügyre is plusz 10 milliárd, és akkor még jönnek a fejlesztési források. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy ez a költségvetés, a 2017 évi költségvetés, az adócsökkentés, az otthonteremtés, a biztonság költségvetése.